A Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület fennállásának 80. évfordulóját ünnepelte a helyi kultúrotthonban. Az eseményen az egyesület minden szakcsoportja bemutatkozott. Zsúfolásig megtelt a Horgosi Kultúrotthon, hisz a Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület műsorral ünnepelte a 80 éves évfordulót, amelyet a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki nagyon várt már. Már első osztály után volt egy barátnőm, és ő járt néptáncra, és elmentem vele a táborba, és nagyon megtetszett. Rengeteg filmtáncot tanultunk az évek alatt. Most éppen kalotaszegi táncokat tanulunk, ami Erdélyben van. Azért szeretek táncolni, mert igazából azért szeretek táncra járni ide, mert nagyon jó a társaság, és nagyon szeretem ezt a mozgásformát. Szécsi Zsolt már gyermekkora óta tagja az egyesületnek. Jelenleg, mint művészeti vezető vesz részt a munkában, és foglalkozik a gyerekek táncoktatásával, emellett a szülőket is próbálja bevonni az egyesület munkájába. Nagyon örülünk, hogy egy népes közösséget sikerült összekovácsolni. Szeptemberben beindítottuk a kezdő néptánc csoportot, ahol azok az anyukák és apukáiknak a gyerekei hozzánk járnak táncolni. Ők is táncoltak az alapokra, és ilyen hobbi szinten heti egy alkalommal táncolunk. Ez mellett az idén összeállt a veterán táncsoport is, akinek lényegében az alapra épült az egyesületünk, mert mi is az ő árnyékukba nőttünk föl, tehát ők az idősebb generációk, akik szintén bemutatkoznak. Ma itt ezen a 80 éves jubileum műsoron, ez mellett a citera szekció, van egy fiatal leánykórusunk is, van asszonykórusunk is, és természetesen van egy amatőr színjátszó csapatunk is. Hát a gyermektánccsoportokat pedig szintén generációkra osztjuk, tehát az óvodás kortól egészen az ifjúsági korig, így azt mondom, most már az idősebb korig 7 tánc együttes működik az egyesületben, mint egy 150 taggal. Az egyesületet 1937-ben alapították. A céljuk elsősorban a magyar kultúra megőrzése és átörökítése a jövő nemzedék számára. Az évek folyamán elég sok nevet változtatott az egyesület. Gyöngyös Bokrétával kezdődött, anno, aztán később volt több neve is az egyesületnek, majd most több mint egy évtizede lett Bartók Béla. Ez egy néphagyomány, tehát mindenki szeretne valamiben részt venni, ki mire van kedve, és ezt tett magas szinten művelni. Én most rengeteg környezetű településen jártam, külföldön is, Magyarországon és Romániában is, mi nagyon jó helyzetben vagyunk. Ilyen hasonló létszámú települések, tehát sokkal kevesebb tagja van a művelődési egyesületben, mint Horgosnak. Tehát itt főleg a hagyomány teremtette ezt, tehát én szerintem. A jeles eseményen kiosztották a rajzpályázat díjait, amelynek nyertese Berényi Dominika lett, akinek az alkotása Szécsi Zsolt Örömmozgás című könyvének borítója lesz.